Nemrégiben lekerekítettük a végzetek című játékot, és elhatároztuk, hogy egy bemutatót is készítünk róla. Így van, nagyon vártuk már, hogy mesélhessünk nektek róla, ugyanis nagyon összetett érzések vannak mm -hmm. bennünk ezzel a játékkal kapcsolatban, úgyhogy most erről lesz szó. Üdvözlünk mindenkit, hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! Én Zoli vagyok, én pedig Réka. És az itt a Mit játszunk vlog. A végzetek egy nagyszabású társas játék. Aránylag nem kifejezetten egy nagy dobozban, konkrétan a komponensekről, az alkatrészekről korábban készítettünk már egy dobozbontó tartalmat, melynek a linkje odanát lesz, és a következőkben nagy vonalakban, pár mondatban összefoglalnánk a játék mechanizmusait, lényegét, utána pedig elmondanánk a gondolatainkat. Mivel ez egy spoilereket, poénokat aktívan használó társasjáték, játék, mely applikációval dolgozik, nem szeretnénk minden egyes apróbb dologra kitérni, mert félünk tőle, hogy valamit elülnénk korábban. Úgyhogy mindenképpen át bíznánk a játék felfedezését. Az applikáció minden nagyon szépen mond. Igen, ez egy olyan játék, amit szinte azonnal el lehet kezdeni. A játékszabály maga sem hosszú, és az applikációt letöltve a telefonotokra gyakorlatilag folyamatosan mondja, hogy milyen térképlapkák kerüljenek fel, arra, milyen figurákat tegyünk, és pontosan mi következik most. Tehát olyan, mint Így egy van. jó játékmester végigfogja a kezünket, és pontról pontra vezet, hogy most mivel dobj, mit csinálj, mm. milyen lehetőségeid vannak a játékban. Összesen öt kaland van a játékban, amelyből az első egy bevezető kaland, amely megtanítja a játék lényegét az még nem hoz olyan döntéseket, amik az egész kampányra kihatással lesznek. Igen. Az azt követő négy epizód lesz az, ami picit összefügg, meg egymásra rímelnek. Mindegyik játékos egy karaktertáblával kezdi meg a játékot, és az applikáció mondja, hogy ilyen kis tapasztalatok tokeneket hogy kell lepakolgatni. Ebben a játékban nagyon a szerepe van a dobókockának. Nagyon sokszor az applikáció kérdez tőled, mit szeretnél csinálni, felajánl neked lehetőségeket, és utána a játékos eldönti, hogy szerencsét próbál, esetleg nem. Ezekkel a dobókockákkal minél nagyobb értéket próbál meg kidobálni, és utána pedig megnéz, hogy hány sikert ért el. Az, hogyha én például hetes dobtam, akkor ezek szerint a kék sávon én kettő sikert könyvehetek el. Ezen kívül mindegyik játékosnak vannak még ilyen erőfeszítés kockái, vagy ilyen szándék kockái, hogy ő mennyire szeretne még a siker érdekében valamit tenni, és pluszban ezekkel dobhat, ez instant sikert jelenthet esetleg, még ezeken az értékeken való feljebb haladást. A játék nagy hangsúlyt fektet ezeknek a fejlesztésére is. Igen, ezt akartam mondani, hogy igazából nagyon nagy hangsúlyon a játékban azon, hogy hogyan teszed ügyesebbé a karakteredet, Éh. és sokszor egy kudarc élmény a játékban segít abban, hogy fejlesz a karaktereden, mondjuk kap egy olyan lehetőséget, hogy valamelyik jelölőjét előrébb csúsztathatja, itt minél előrébb van, minél több jelölőd, annál nagyobb esélyed van egy sikerre. Jó nagy tátkátja paklink van, ebből vannak olyanok, amiből több is szerepel, ilyen például a kard vagy az ásó, esetleg a, a az a kereszt, amit tudnak magukkal vinni a játékosok. Ezek nagyon érdekes mechanizmussal bírnak, mert elképzelhető, hogy valamely találkozás vagy valamely lehetőség rögtön kéri az adott játékostól az adott terve. Ágyat. elképzelhető, hogy ilyen dobd el képességet a játékos elsüti az adott tárgynak a képességét, például nem kell dobókockával dobnia, és ezáltal próbál meg valami sikeresebb akciót végrehajtani. Nagyon fontos ebben a játékban a történet, és ezért döntöttünk úgy, ha nem szeretnénk egy ilyen picit részletesebb szabályt, hogy pontosan milyen lapkal, milyen történet, hogy működik, ugyanis minden egyes kampány azzal kezdődik, hogy választ magadnak egy karaktert. Érdekes azt mondja a játék, hogy egytől három játékos részére működik egyedül, mi az egész kampányt ketten játszottuk végig, és és mindegyik karakter rögtön meghatározza egy bizonyos statisztikát, hogy milyen eszközzel indul, illetve milyen lehetőségekkel, és milyen végzettel. Az egész játék arra van felfűzve, hogy ez egy kompetitív játék, ez nem kooperatív. És azt szerintem nagyon fontos tudni ezzel kapcsolatban, hogy mindegyik játékosnak eme kártya hátoldalán van két választási lehetősége, két végzete, és akkor nyeri meg a játékot, ha ebből az egyiket tudja teljesíteni. Ezt nem kell rögtön a játék elén eldönteni a játékosnak, hanem az alapján, hogy alakul a tér, dönthet úgy, hogy fú, nagyon nem adja ki hogy én ezzel haladjak, akkor megyek szépen a másikkal is. Ez nekem nagyon tetszett. Picit olyasmi, mint a Nemezis című játékban, hogy rögtön az elén kapok több lehetőséget, és a játék előre haladtával van a lehetőségünk kiválasztani, hogy miként szeretném lekerekíteni a játékot. Igen. Nagyon izgalmas lehetőséget ad az, hogy a játék közben alakul, hogy melyik végzetethez állsz leginkább közel. Sokszor volt olyan élményem a játékban, hogy elkezdtem teljesíteni a feladatokat uh -huh. az egyik végzeten felé, majd rájöttem, hogy a másik annyival egyszerűbb lenne, hogy kénytelen voltam a játék közben stratégiát váltani, uh -huh. és ez a fajta rugalmas alkalmazkodás az egész játékban egyfajta figyelmet feltételez, méghozzá a másik játékos körére is. Ugye körökre a játék, Az Abszolút. applikáció mondja, hogy most éppen Zoli köre, uh -huh. vagy az én köröm következik. És nekem Zoli körében legalább annyira, hanem még jobban kellett figyelnem azokra az információkra, amiket ő felolvasott, mert nagyon sokszor Ugyan. olyan helyeket talált meg, vagy olyan emberekkel találkozott a játéktáblám, akik inkább az én küldetésemet segítették volna. Ezért tudtam, hogy ha ez most ott van, akkor ott is fog maradni. Én is oda mehetek majd a későbbiekben. És ez alapján újra kellett terveznem a stratégiámat, tehát folyamatosan uh -huh. újra és újra kellett gondolni, Gondolnom, hogy mely lépések visznek közelebb a célomhoz. Ami talán a legizgalmasabb vonásának a játéknak, és amiért abszolút emlékezetes és figyelemre méltó, hogy ez egy lélegző tér. A játékosok lapkáról lapkára fedezik fel a, teret, ahol mozoghatnak, és erre dinamikusan kerülnek fel különféle karakterek, illetve kerülnek le karakterek. Az applikáció a világ változtat így folyamatosan. van, A világ reagál a mi döntéseinkre. Elképzelhető, hogy egy, egy karakter utána helyet módosít. Mindent mond az applikáció, ez most nagyon misztikusnak tűnhet, de csodálatos, hogy onnan elfogyhat valami, eladok neki valamit, amit a másik oda mehet, megtalálhat. Tehát nagyon szépen szimbiózisban vagyunk egymással, illetve a világgal. Tényleg azt érzem, hogy adott egy középkori olyan, amilyen tér, amiben Igen. mi mozgunk és célokat teljesít. Ez egyébként már a bűnügyi krónikáknál is így, így volt, van, ö, így van. ugye a kiadó régebbi játékában, hogy voltak olyan karakterek, akikkel interakcióba lépve a játékmenet megváltozott, és ez itt is így van, és ez előre kiszámíthatatlan. Van ebben a játékban ugyan egy nagyon erős, hát ilyen ameris szerencsefaktor, faktor, hogy mondjuk megpróbálkozol valamivel, és lehet, hogy ha ez neked másodjára sem sikerült, harmadjára már nem fogod tudni megpróbálni a játékban. Uh -huh. Lehet, hogy meg fogod tudni, és lehet, hogy harmadjára lesz sikeres, és még nagyobb jutalmat kap de lehet, hogy elveszted ezt a lehetőséget. Tehát ez a fajta izgalom, és igazából a kalandjáték része, és a szerencse része ennek a játéknak ezért tart végig izgalomban minket, mert kicsit kiszámíthatatlan, hogy az, amit én elterveztem, az mennyire és miként fog sikerülni. Sokszor volt velem olyan, hogy azt hittem, hogy valami, amit most csinálni fogok, az az én célomat nagyon segíti, és egy hatalmasot fogok előrelépni, ha sikerül. Megcsináltam, és így Oké, okay, sikerült. Nem, hmm. nem ez volt az, amire igazából várt tőlem a játék. Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire akasztja meg a klasszikus társasjátékos érzést ez a QR-kódolvasgatás, applikációmenedzserés. Szerintem az erre érzékenyek kerüljük el ezt a játékot. Tehát itt, itt főszerepben a játékmester szerepkörét tölti be az applikáció. Főszerepben az applikáció programban, egy számítógépes képernyővel kommunikálunk, konkrétan az aktív játékos kézben tartja az okos telefon, és vele beszélgetünk. Nekem tetszett, hogy az egyetlen titkos információ, hogy mi a másik játékos végzete. Én nagyon szerettem, hogy mindenkitől, aki, aki nyilván, akit megenged az applikáció, megkérdezhetem, megkérdezhetem a végzetemről. Az, hogy mi a végzetem, az nem tudja meg a másik játékos, viszont a kapott választ hallhatja. És ez, alapján, ez alapján tudom, hogy elképzelhető, hogy nekem közös a végzetem egy másik játékossal, vagy pontosan ellentétes a végzetem, és szerintem nagyon sok ilyen klasszikus, kooperatív modult bont a játék, mert egy csomószor tudok konkrétan keresztbe tenni a másik játékosnak. Megtehetem, hogy nagyon masszívan a másik játékos ellen játszom, Hogyha tényleg versengő hangulatnak érződik, és bizonyos szempontból ez a klasszikus versenyjáték. Ki az, aki gyorsabban tudja teljesíteni a végzetét? Kiemelném hogy rész eredmény alapján is mehetsz a végzetet felé. Tehát nekem nagyon tetszett, hogy nem csak akkor látogathatod meg a célállomásodat, hogyha mindent befejeztél, hanem mondhatod azt, hogy bár háromat kértem a játék, hogy hármat vagy négyet, én egy vagy kettővel kevesebbet teljesítettem, korábban megyek oda, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor szép hosszú utolsó látogatásod lesz, rengeteg szerencsével. Tehát amire Zoli utal, az az, hogy nyilván van egy vég kifutása a te Karaktered végzetének, amire azt mondja a játék, hogyha az teljesült, akkor oké okay, kiírja, hogy győztél és ebben a játékban te nyertél. De hogy ezt pontosan hogy éred el, az nagyon sokáig kicsit ilyen homályos. Mint ahogy a játékvilágában is van egy ilyen misztikus homály, hogy pontosan mi egy fog történni, merre megy a történelem. Kutatgatás. Igen, az, az benne van a te végzetedben is, és éppen ezért valószínűleg ez a játék azoknak a játékosoknak, akik így nagyon pontosan szeretik tudni, hogy mi a lépése, mit kell csinálnia, és hogyan kell végrehajtani a sikerét, azoknak lehet, hogy nem fog feküdni. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy inkább azoknak a játéka ez, akik, akik nagyon szeretik a történet központú, kaland központú, és akár szerencsevezérelt játékokat, amikben egyébként lehet tervezni, és, és, lehet, hogy mondjam, lehet egy stratégiát kialakítani, de azt jól kell viselned, hogy ezt rugalmasan alakítja számodra a játék, hiszen ő azért, valljuk be, el szeretne mondani egy történetet, ami nem biztos, hogy a, a te történetedet mindig támogatni fogja. Félértés ne essék, én egy innovatív és különleges játéknak Nagyon. tartom. Ajánlom mindenkinek, akit érdekelnek Nagyon. a modern társas játékok, és nem fázik az applikációt használó játékok gondolatától. Mégis van három dolog, amit kiemelném, ami számomra egy picit vegyes szájzt hozott a játékkal kapcsolatban. Az első... Szerintem nem balanszoltak a célok. Egy csomószor Az azt éreztem, hogy amikor kiválasztottam a karaktert, nettó nehezebb helyzetem van, mint egy másik játékosnak. Elképzelhető, hogy a másik játékosnak 2 3 kell teljesíteni, nekem három-négyet és egy csomószor is, és, ez a második, hogy egy csomószor azt éreztem, hogy fejlesztek, javítgatok ezeken a tologatásokon, de végső soron az egészet körbe egy hatalmas, nettó, bugyborékoló szerencsefaktor. Egy csomószor a Réka odament egy random valakhez, és kiderült, hogy az egyértelműen segíti a célját, Helya. és kiírtanék az applikáció, hogy gratulálok, teljesítettad a háromból a másodikat. Én az asztal túloldalán ülve fogalmam nem volt. A játék elején megkaptam a karakteremet, ezen szerepelt Egyetlen mondaton belül három olyan információ, ez mi nem tudom. Az kicsoda, nem tudom, és hozzak valamit, ezt, ami nem tudom, micsoda. Én is megértem. Én is megértem, és pont ezt akartam mondani, hogy nagyon érdekes az, hogy ülsz az asztal másik oldalán, és látod, hogy a másiknak így jönnek, neki, teljesülnek a céljai, random, hogy jó, véletlenül talált valamit, és teljesült neki. És igen, ez az Ameris vonal nagyon erős Ó, borda közé az Sőt, Még igen. aztán is kiegészíteném a célok balanszolatlanságát, hogy sokszor egy karakternek, ugye mindig minden karakternek két útja van, amik közül választhatsz. Tehát, hogy Melyik célt teljesíted, majd, és még azok között sincs igazából kiegyensúlyozott balansz, ami nagyon érdekes, mert azt hinnéd, hogy hát majd ahogy adja a játék, de vannak olyan karakterek, akinek nagyon egyértelmű, hogy melyik a könnyebb. Uh -huh. És hát ilyen esetben meg aztán mi már mondjuk a harmadik partinál az ötből nagyon egyértelműen éreztük, vagy rájöttünk, hogy melyik útat a... könnyebb járni, és arra mentünk, és igen, sokkal egyszerűbb volt, mint a másik. Nekem a harmadik parti volt egy kimondom fájdalmas parti, ugyanis a rögtön a játék elén felvettem a lámpást. A lámpás egy, egy, eszköz, ami lehetővé teszi, hogyha új lapkákat fedezel fel, akkor kapsz majd ilyen fejlődés tokeneket, amiken tudod javítani a statisztikáidat. Konkrétan a lehető legjobb szegmensben volt öt darab jelölő. Olyan volt... Bármi a dobok sikertére nagyon jól tudok haladni, és nem nyertem, sőt, igazából masszívan le voltam maradva a rékához képest, mert Rika nem nagyon fedezett fel, egyszerűen a találkozásokon keresztül olyan szerencséje volt, hogy hop egyszer csak a random emberkéről kiderült, hogy neki segít. A, a harmadik dolog, amit viszont kiemelnék, és ez picit szubjektív, és kérlek fogadjátok türelemmel, hogy én nagyon szeretem a középkori történeteket. Umberto Eco-t szerintem kifejezetten ajánlom mindenkinek, nagyon jó. Akkor a Diablo világ is nagyon szépen megvan idézve, nekem ez a lapkapokolgatás is nagyon szépen hozza a Seven kontinentnek ezt a bajús, felfedezős részét. Nekem a harmadiknál, negyediknél, de az ötödiknél végképp túl volt tolva ez a fekete halálos, nyomor, vérhalál, pusztulás, fekében, sárban, halálban dagonyázó, rettenet. Pokoli. Eh, pokoli infernális, tehát a végén már már nevetségesnek tűnt a minden rossz és minden föltelmes, minden, minden a, a, a hát csontszopó igaz. jönés, hogy halnak meg a lelkek, és az üszkös fekébe bugyborékolt vérkoponya, És most nem, nem, nem túl az a Zoli. Tehát hogy az az igazság, hogy egyébként mondjuk is el, hogy ez a játék nagyon nem gyerekeknek való. Nem. Van is korhatára nyilván, nem. de hogy ne adjátok oda kisebb gyerekeknek, mert durva nagyon sokszor, nem csak a nyelvezete, mert egyébként eléggé irodalmi, és nagyon szépen le van a írva. Fordítás, de a fordítás A téma, a téma, és ahogy az egész világ omlik össze és pusztul el, az annyira depressziós, és annyira lefelé menő. Hogy, hogy, hogy már mosolyogtunk a végén. Hogy már a végén egy kicsit vicces volt, hogy tényleg mennyire tönkre megy minden a játékban. Kérdeztem és... is, hogy na, ott mi fog megrohadni. Igen, konkrétan <laughs> ilyen. És van azért egy ilyen érzés benne, ami nyilván érthető, és egyébként szórakoztató és izgalmas, könnyen beleélheted magad. Amit viszont mindenképpen kiemelnénk, mint pozitívum, az az, hogy gyönyörű fordítása van a játéknak. Nagyon szép munka. Én el sem Nagyon tudom képzelni, munka. hogy micsoda meló lehetett mm. az, hogy az eredeti, gyakorlatilag irodalmi igényű szöveget ilyen szépen lefordítsák magyarra a fordítók, végig az applikáció tartja azt a kaland világos környezetet, olyan kifejezéseket használ, olyan leíró mondatokat, amivel pontosan bele tudod élni magad, tehát én, aki egy kalandor típusú játékos vagyok, és egyébként vonz is a fantasy világa, visszacsatolván, hogy azért ez egy eléggé pusztuló és depresszív világ, amiből hát próbálunk ilyen kis reménysugarakat, meg fénysugarakat így elkapogatni, vagy sikerül, vagy nem. A story és, és most ez ez szuper szubjektív, nekem nagyon elvont volt nagyon sokszor ez csomószor. nem tudtam hogy most állj meg egy pillanatra, mi van? Ki, ki, csoda, hogy hogy mi? konkrétan én ki vagyok, és hogy én most egy szellem vagyok, vagy ember vagyok, vagy, vagy metalin hát. vagyok, vagy valakinek az emlékezet remény kiesése, a jólét fekélyes tündérportól, átcsillanó kardal vasalt, nyomorúságos jövőbe tekintő reménysége. Mi van? Te, tehát, hogy, hogy é, é, értem, hogy ilyen nagyon ilyen középkori, fentezi tényleg, nekem a, ebből az egész Diablo sötétséges, nyomorúságosból egy picit-picit gravitálunk a fényfaj és kézzel foghatók több minden, nekem jobban tetszett volna. Egyébként nekem az első sztori volt a kedvencem érdekes nekem módon, is. ami megtanítja a Egyébként játékot. Nem. Ott a sztori annyira Nagy érzelmektől jajon. gazdag és annyira megérintett, hogy az azt én, én akármikor újra is játszanám annak ellenére, hogy ez egy egyszer játszható játék a maga nemében, hiszen minden kalandot kiismersz, utána a sztori már világos lesz előtted. Öm, tehát én azt a sztorit szerettem legjobban, és Érdekes módon, ahogy haladtunk előre a történetekkel, még az első is tetszett, a második már picit kevésbé, a harmadik még kevésbé, és az ötödiket egy káosznak éreztem. Maga a játékmenet és a játék mechanikája ott teljesedett ki legjobban, tehát éreztem az alkotói szándékot, hogy ott már ö, egy, egy teljes merítést kapunk abból, hogy mi lehet itt még. És hát ugye tudjuk, hogy a végzeteknek ugye vannak kiegészítői is, amiket reméljük majd, hogy jönnek magyarul. Ö, én nagyon kíváncsi vagyok azokra is. Szerintem. Ezeknél a játékoknál nagyon fontos, hogy tudsz a történettel. Ha nem tetszik neked a sztori, akkor nem fogsz úgy bevonódni, mi a legelejét szerettük a legjobban a komponens minőséggel, az alkatrészekkel elégedett vagyok. A fordítás jó, az applikáció gördülékenyen működik. Én nagyon szerettem ebben a játékban, hogy rögtön az első játék alkalommal pontosan tudod, hogy mit vár tőled a játék, hogyha figyelsz, mert figyelj az apróságokra, a szóbeszédekre. Nekem ettől egy picit a Harry Potteres hangulatú lett, hogy Sustogásból egy ilyen pici rész információkat ki tudsz nyerni, kérdezz meg mindent, barangolj be mindent, és próbálj meg szelektálni, hogy mi az, ami hasznos számodra, mi az, ami kevésbé. Szerintem nagyon jó, hogy a hatalmas nagy kasszáshoz képest a hétköznapi emberkék ekkorákhez, súlyjal látja el az asztalképet. Nekem nagyon tetszik, hogy a fekete-fehérből a világos színesbe megyünk át, úgyhogy szerintem a, komponenské a komponenskészlet készlet pazar. Ezt a játékot ajánljuk mindenkinek, aki szereti a modern, különleges és innovációt tartalmazó nyomozós, kalandozós társas játékokat, és nem félnek egy kis versengéstől. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy nektek hogy tetszett a végzetek, kérlek a kommentekben spoilermentesen fogalmazzatok, és beszélgessünk oda lent, illetve a csoportban is. Nagyon szépen köszönjük ezt a játékot a Game hogy bemutathattuk nektek, és bízunk benne, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok! Sziasztok.